Nagyon szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt, ez itt még mindig a European Masters, azon belül is ugye már benne vagyunk bőven a kieséses szakaszban. Hát az előző szériát a német csapata Euronics Gaming eléggé magabiztosan meg tudta nyerni az Outplay csapata ellen. Ugyebár így hát az olasz klubtól elbúcsúzhatunk, az olasz csapattól. Viszont, hogy mondjuk egy skandináv, ugye svéd érdekeltségű csapat, a Ninjas in Pyjamas, vagy mondjuk ugye a francia Gamers Origin jut-e tovább, az megint csak egy más kérdése, a következő szériából ezt megtudhatjátok. Én Edi vagyok, kommentet a társam pedig Knack, szervusz! Szervusz Edi, én is üdvözlöm a nézőket. És itt volt bennem a gondolat, de elfelejtettem. Ja igen, hogy elbúcsúztunk most ugye egy gárdától, már is mindjárt elbúcsúzunk még egytől. De talán ők se annyira szomorúak, azért kapnak így is egy jó kis 8000 eurót. Így csapat szinten, ami nem feltétlenül olyan rossz. Rossz kis pénzecske ez ezért. Ez lehetne mire költeni. Hát igen, lehetne ezért a pár mérkőzésére, amit játszottak. Meglátjuk, hogy most hány mérkőzésünk van. Még ugye BO3-as a széria, ismételten az előbb is az volt, két győzelemig megyünk. Lassan be is ugrunk az elsőbe amúgy. Választási, meg persze a tiltási fázisába. És igen, az előző picit sima volt, talán. Azt mondjuk nem... No, van hangom is. Szóval az előző picit simább volt, talán, mint amit vártunk volna. A második meccs azért már jóval szorosabb, de az első az nagyon simán. Megnyerték. Most mit várunk szerinted? Most lesz egy kihasznált széria, három meccs? Én nagyon-nagyon remélem azt, hogy a Ninjas in Pyjamas hát ott tud lenni a Gamers Origin-nek a nyomában, de tény, ami tény, Bucinak azért van abban igazsága, hogy a Gamers Origin, amilyen magabiztosan nyerte meg már eleve a csoportját, annyira várhatjuk őt. Őket egyébként talán én azt mondom, hogy végső esélyesnek is. Na ezt majd meglátjuk a tiltás, illetve a választási fázis után, talán okosabbak leszünk mi is, talán nem. A nép egy Nautilust és egy Braumat tiltott. Nagyon-nagyon érdekes, ugye, hát mondjuk úgy, hogy két támogató karakter, még ugye a túloldalon, egy Skarner is egy Alistar került kitiltásra. Hát mik azok, amik bent maradnak, mint támogató karakterek? Azért eléggé megcsappant így az OP hősök száma ilyen szempontból. Kezd egyre biztosabb lenni, hogy Exile Rakant akár ezen a mérkőzésen is láthatunk. LeBlancot viszont nem fogunk látni. Ez most már biztos, ezek a gonosz pizsamás ninjások elvették. Ninjások? Ninják. Elvették a Gamers Origin-től. Akik pedig egy Varusszal válaszolnak erre. Kíváncsi vagyok, mi lehet így akár az első választás? Nyilván egy urgot. Mivel itt vagy és nem szereted, az előző meccsen is itt voltál és ott is urgot. Mindenki vonja le a következtetéseket, nagyon gyorsan jön a válasz. Értem. A Xayarakán nem jött, az akár még mehet a túloldalra, ez eszemben egy Kai'Sa és egy Gragas. Viszont, ahogy te is mondtad, Gragas ott van, illetve hogy a Kai'Sa kiválasztásra került. Van azért bőven elhozható lövész karakter még ebben a metában. Ott van Ezreal, és egyébként Tristana is ugyanúgy elhozható lenne, illetve ahogy te is mondtad, Xayah megint csak egy választható hős. És nem csak Urgot nem volt tiltva, de egyébként sem Aatrox, sem pedig Akali. Akalit a Ninjas in Pyjamas csapata úgy tűnik, hogy ki fogja tudni, vagy ki tudta magának választani. És hogyha ezek után még egy Aatroxot is kipikkelnek, hát én megőrülök. Akkor már meg is nyerték a meccset. Egyébként... Három az öt ellen. De gondolj bele! Maxi dzsungel, Doxy Larsen eldönti, hogy melyik hőssel akarnak játszani. Alsó hősvére meg pikkelnek bármit. Hát a Graves sem túlságosan rossz. Nem. És főleg nem gyenge, az egyszer biztos. A sebzés az így már megvan nagyjából. Igen, igen. Az Akali Graves duóban pedig lövész még nincs is a csapatban. Ehhez egyébként az Ezreal tényleg élhetne olyan szempontból, hogy nem kell semmit csinálni, csak a biztosat. És szerintem azért inkább így, hogy Urgot és Akalion, az Urgot lesz a felső, és Akali meg középen. Ez a megszokottabb, igen. És hát erre készül a Gamers Origin csapata is, mert Akali ellen a Lissandra az egy egészen jó választás. Tegnap pont az egyik, mondjuk úgy, hogy ellátó helyiségben. Igen. Volt egy bizonyos régi magyar LOL TV-s videó, ilyen, hát félig meddig promóanyag, félig meddig ilyen interjús, hát ott meg lehetett, vagy ott lehetett hallani, így pont elcsíptem egy jégösvény bekiabálást. Csak egyet csíptél el a heten. Igen, igen, én csak egyet, de hát az is azért bőven mutatja azt, hogy Lissandra egy valamilyen amúgy szinten már ugye ikonikus karakterén nőtte ki magát itt a magyar LOL TV házán belül, és hogyha sokáig megfelelő választás lenne mondjuk egy Akalira, akkor a jelenlegi metában is egy ikonikus választás lehetne. Nem véletlen, hogy Xayah-t tiltanak, illetve ugyebár a Jarvan sem feltétlenül, de hogy miért is érkezett meg, nem dzsungelben gondolkoznak itt elsődlegesen, hanem sokkal inkább Faxitól szeretnék eltiltani az úgymond jó ellenválasztásokat egy urgatra. Azért meg így a
bődületes tankok még megvannak oda a felső ösvényre, hát most nem találtam meg a jó jelzőket. Ezzel szemben a francia gárda azt mondja, hogy hát ott nincs lövész, vagyis van, csak ő a dzsungelbe fog jönni. Viszont akik az alsó ösvényen jöhetnének, azokat elvesszük. Akkor ezzel szemben majd Kajsa lesz az ellenfél? Igen. Vagy mondjuk Jint hozná magának Smiley? Lehet, vagy igaz. Mondjuk egy varázslót, mondjuk egy szeletot? Igazándiból a lehetőségek tárháza majdnem, hogy kimeríthetetlen. Vladimir is természetesen érkezhet. Yasuo-t is rég láttunk már az idézők szurdokában alsó ösvényen. Persze, hogy van. Mondja. Olyan lelkes Tíbor. Vagy? Ne, ne. Ne fogd vissza jó, magát. Jó, jó. Hát az a baj, hogy azt láttam, hogy XD Smiley S6, és nem azt, hogy Viper. Ja, értem. Úgyhogy én nem biztos, hogy ez meg az Alistair tiltva van. Ezzel szemben egy Poppy megérkezett. Az a baj, hogy sokat beszélek? Engem aztán nem zavar, hanem beszélhetsz végig is, arra volt, hogy szólókasztolok, nem? A Poppy az amúgy nem rossz választás, így ránézve erre a kompozícióra a túloldalon, és Kalista. Ó, akkor viszont híva, hozd el a prest, légy szíves. Én is szeretem. És meg is érkezett a túlvilági párosunk. Remélem össze is öltöznek amúgy hőskinézet tekintetében, van opció. Úgyhogy tegyék meg, hát Thresh mindig öröm látni, legalábbis én nagyon szeretem látni, hogyha elhozzák a profik, annyi lehetőség van igen. Benne, olyan jól meg lehet playelni a dolgokat. Imádom, hogyha jön. Mi van? Semmi. Annyit szeretnék csak mondani, hogy Hakuho. Ja, hát igen, ő is megmutatta, hogy mennyi játszott lehetőség van benne. Aki meg ezeket majd szeretném megakadályozni, az Morgana. Ő jött a túloldalra, hogy hát a túlvilági alsősvény ott meg Lila. Hőskinézettől függően. Hát jó, rendben van. Most nem találtam jobb összefüggést. Tehát akkor alap hőskinézetekkel érkeznek. Igen. Kajszának szerintem amúgy sem olyan jó a hőskinézete, ami jár hozzá, vagyis ami úgy elérhető. Úgyhogy. Szerinted jó? Fene se tudja, nem Kajszázom. Na mindegy. Mindjárt kiderül, hogyha igen. Azt hozzá el. A kis Kajszá. Hát ettől függetlenül ugye mi, vagy én legalábbis vártam volna az úgymond ilyen biztonságos alsó ösvényes választást. Hát ha valami... Kalista helyet mondod? Igen, de jó. Ő sem feltétlenül az. Főleg úgy, vagy ő sem feltétlenül mondható arra, hogy ne lenne biztonságos. Mm-hmm. Egyrészt a kitépéseivel szerintem egész rendesen tud majd farmolgatni, még akár a torony alatt is. Másrészt pedig van mellette egy Thresh, aki szerintem, és én ezt nagyon régóta hangsúlyozom, a legkomplexebb támogató karakter. Ha akarod, akkor tankosítasz vele, hogy ha akarod, akkor egy picit sebzésorientáltá építheted. Az összes... képességével gyakorlatilag tudsz támadni és tudsz védekezni, szóval egyszerűen mindenre jó, ettől függetlenül mégis ugye ritkán látják, hát persze mindig éppen hogyan mit balanszolnak, mai metában azért, hogyha egy Braum felhúzza a pajzsot, vagy mondjuk, hogyha egy Alistar kezdeményezés három embert fel tud dobni, az lényegesen jobb lehet, és jobb megoldásokkal szolgálhat, vagy eredményesebb lehet, mint mondjuk egy Thresh, de hát most ezen a mérkőzésen lesz majd. Nem azt mondtad, amit te nagyon szeretsz, hogy nincs tank meta. Meg soha nem is volt, meg soha nem is nem lesz. Is lesz. Helyes. Mondjuk Kalista még azért is jó, mert ha majd úgy alakul, hogy nagy célpontokat szeretne hozni a csapat, akkor azért igen. Ott is kell számolni vele. Még ha csogát lenne a felsősen, akkor egyszerűen összeraktak mindent. Hogy ott nem lehet elveszíteni barancsárgát, nem lehet. Tudod, miért nincs csogát a felsősvényen? Mert nem te játszol. Nem, mert urgot van. És ez szerintem mindent elmond. Jogos. Oké, ezt most megadom neked, ez csak ilyen... elméleti síkon mondtam, hogy még ez is lehet egy Kalisztának előnye, és igen, ők ugye Thresh-el oda-vissza tudják mentegetni egymást, ami tök király dolog, főleg az ösvényen. Igen. Nyilván egy hatos szint azért kell hozzá Kalisztának, hogy elérje. De a túloldalon meg ugye a Kajsa Morgana, hát ők is szeretnek piszkálódni, meg én itt egy elég eseménydús alsó ösvényt várnék. Így ösvényfázis ügyileg mondom most. Mert Thresh is nagyon szeret kezdeményezni, hogy te is mondtad, ha esetleg egy Morgana lekettést talál, úgyhogy itt van opció. Igen, akartam volna mondani, hogy az egyik oldalon, vagy az egyik társnál ugye ott van a halálos ítélet, hogyha pedig ugye az ítélet nem lenne jó, akkor ugye van egy halálos emlékeztető, csak hogy ugye mindenki emlékezhessen az ítéletre. És hát hogyha ugye már mindez megtörtént, akkor még azért nyúzni is lehet, szóval vannak itt bőven lehetőségek, meg szóvicekre lehetőség, vagy alkalom. Előre is sajnáljuk, igen. Hogy mi vagyunk itt. De nem, de hogy sajnálom. Nem, úgy én se. Na, hát akkor nem, nekem kell majd minden hallgatni. Rendben, viszont, ja, de én is hallgatom. Viszont a Poppy, hogy mennyire élik bele ebbe az egész elképzelésbe, azt nem tudom őszintén szóval. Hát az Akali ellen nagyon jó lehet. De hogy az nem ellen ne fog lénelni. Nem, így van. Hát az Urgot azért nem azt szoktuk látni, hogy így nagyon beugrik a buliba feltétlenül. Hát tud, csak... Tud, igen, csak nem ezt szoktuk látni. A Graves, ő is ugye előre tud csúszni, de hát ez nem fog beugrani, szerintem. Majd sokkal inkább lövöld, ez újra tölt, aztán lő újra.
és akkor jó lesz, de a tekintetben viszont jó, hogy ha esetleg így akarnák használni, mind az Urgot, mind a Grace például ezeket a képességeket, akkor nem tudják, vagy hát nem szabad. Meg okosan vigyázni kell ezekre a dolgokra. Bárhogyan is, Poppy ugye az állhatatos jelenléttel azért némi nemű mozgási sebességet is biztosít számára, tehát nem a legkönnyebben rajta üthető karakter. Végül is mégiscsak előbb vagy utóbb egy büdös nagy tank lesz. Szóval... Szegény, pedig olyan kis pici karakter. Erre azt mondod rá, hogy büdös, jó. Na mindegy. Tehát nem is azon akadsz ki, hogy azt mondtam, hogy nagy lesz, hanem hogy büdös, jó, rendben van. A karakterek pedig úgy tűnik, hogy el is indultak. Csodálatos hős kinézetekkel. Egyébként nagyobbnak is tűnik Tonernek a Lissandrája, mint amúgy egyébként egy Lissandra tűnni szokott, de lehet, hogy csak egy picit rá van nagyítva, vagy rá volt zoomolva, és az zavart engem meg. Jó, kis vérkő Lissandra, azt hiszem ez az a neve? Jó. Magyar neve. Talán hát az sajnos, hogy mind a két támogató égetést hozott, úgyhogy hát ez is előrevetíti azért, hogy mire számítsunk. Na, az egyik kinézetünk megvan, Trash. Nem öltözött össze. Bár iszonyat jól néz, iszonyat jól néz ki, de ez nem ilyen menő. De nem öltöztek össze, ezek nagyon jók ezek az újak. A Lucian is, hú, iszonyat jól néz ki. Azt hiszem urgottalan, akinek még van, ő meg nem ezt hozta elő, sokkal inkább hát egy hatalmas rákgotlet, vagy mi is a neve. Maradjunk csak a szó első felénél. Hatalmas. Igen, óceán sárkány lesz az első. De hogyha hatalmasnak az első felénél maradnánk, akkor hat. Vagy hat, igen. Ez az urgot hat. Hat. Majd Edi idegeire, mert nem annyira szereti. Az biztos. Szereti. Nem, egyébként egészen hozzászoktam, szóval most már látom. Vagy már látom létjogosultságát, és igen, inkább elfogadtam, vagy inkább megszoktam. Igen, amúgy rúnákból nincs semmi különleges ezen a mérkőzés. Átszokás szerint, ha már rúgat, akkor felnyitott varázskönyv, ragadozó a Gragas. Úgyhogy neki is várjuk majd a cipője megérkezését. Van millión, nem materializálunk. Egyetlen egy darab. Nem pajzsal kezdett Hustling Beast. És láthattuk, hogy itt egy utórengés van a Thresh-en. Ő szeretné bírni a bulit. Ami jó, van buli! Na jó a nyúzás, jó az égetés, gyorsan gyógyít is Toaster, és nem csak hogy gyógyít, hanem villan is, a kitépések is egészen tisztességesek. Nem rossz, fél életerő alatt. Igen. A Gamers Origin támogatója és idézői képességek nélkül. Főleg a lövésze az van fél életerő alatt, nem is feltétlenül a támogató. Támogatót mondtam? Mert te lehet, hogy valamit már tudsz. Hát elég agresszív eddig. Jó, de a támogató is bukott HP-t. A pizsamás ninjáknak az alsó ösvénye, ez nekem tetszik. Na, ha még elviszed a sutyit is, kedves Thresh, hát nem viszed el, de meg tudod akadályozni Tinkset abban, hogy ő ezt meg tudja szerezni. Viszont ő kettes, de nem ért nem. Nem ért el hívát. Hopp, nem talál a sötét csapda. Aki ugye most egyes szintű maradt, láthatok, hogy Morgan a kettes, de tök jó volt az akadályozás, illetve saját dzsungelesének megsegítése. Mm-hmm. Ez pedig az, amit most láthatunk, hogy mégiscsak jó az a Poppy Urgot ellen, mert szeretett volna beugrani, de nem sikerült. Ez alkalommal legalábbis, hogy a kis HP-t életerőt pluszba faxi majd fog tudni visszanyerni. Ráadásul ugye a kis passzívjával is majd némi nemű pajzsot biztosíthat önmaga számára, de azért farmhátránya az így is van, amilyen pedig nincsen Maxinak az egyelőre kékerősítés, bár azt még azért elviheti majd a saját dzsungelébe, hogyha szeretné, de ugye a sutyarából kapott vissza manát jócskán, úgyhogy hát mehet az ellenfél dzsungelébe. Az, hogy egy Grace mondjuk gyorsan tud kezdeni, afelől kétségeik ne legyenek, vagy gyorsan tud haladni, ennek köszönhetően talán inkább neki kellene rajta ütnie, és Faxinak az őrszemélyének köszönhetően majd lebukhat, de ezt már csak úgy látják, hogy ő visszafele megy. Igen. Bizonyán, Faxi, jön a villanás, jön az átdobás, a falhoz kenés nem a legjobb, így ugye villanni kell egyértelműen, a vörös erősítés már nincs rajta Maxin, ez pedig lehet, hogy sokat számított. Pont ezt akartam kérdezni még ez az egész akció előtt, hogy egy Graves-el mennyire akarsz torony alá menni? Akár egy Poppy ellen, vagy akár bárki ellen, azért nem feltétlenül a legszívesebben teszed meg ezt a dolgot, de tény, itt lehetett volna jobban csinálni. Ha itt most még a vörös erősítés megvan, akkor eleve ugye már be van lassítva Poppy, tehát lassabban ér a toronyhoz, és akkor lehet, hogy mondjuk egy vagy másfél alaptámadásra ugye bele lehetett volna nézni, hogy lehet másfélt alaptámadni, mindegy. De ugye mondjuk egy csúszásra gondolok, csúszás utáni gyors lövésre. Hopp, az sikerült. Pedig szép lopás, bizonyán Maxi nagyon sokáig szórakozott azzal, hogy ezt a kékét összegyűjtse el, vagy nem. Pont kétszer lehet másfélt alaptámadni, hogyha nem talál az egész. Jó. Úgyhogy szép volt. Jó. És itt van a példa neked. Mondjuk a mérkőzésen. Más célpont nem igazán lett volna, hát, maximum a torony, de... Hát
És? Jó, rendben van. Kivitelezhető, most igen, az a lényeg. A ratást vásárolt magának a képen látható urgot úriember. Ma nagyon népszerű ez a dolog, mármint hogy az aratásra mondom, mondjuk urgot is. Megvan a cipellője Tinksnek, úgyhogy a ragadozás elkezdődhet amennyiben ő ezt így szeretné megtenni. És nézzünk egy picit az alsó ösvényre, mert azt már rég láttuk. Hát bődületes a farm különbség. Uh-huh. Iszonyú nagy, 5 perc után majdnem kétszerezik. Nem túlságosan meglepő az, hogy egy Kajsa le van maradva a játéknak a korai szakaszában, mondjuk úgy, hogy tényleg egyes szinten mindent el kellett nyomnia, és még mindig nem elérhetőek ezek az idézői képességei, ez csak hatványozottan igazzá teszik. Nem mondom, hogy hát vért kell izzadni minden egyes farmért, de azért küzdeni kell. 6. percben járunk, mindeközben minimális aranyelőny a Ninjas in Pyjamas csapatánál. Ez nagyjából pont az a kicsi farm. És nézd meg, Graves nem halad olyan gyorsan, mint azt mondjuk várhattuk volna tőle. Jó, persze volt egy rajtaütés. Így van. Ami azért kivett belőle némi időt, de tök együtt halad a két dzsungel, és egy fél tábornyi a különbség, tehát mondjuk úgy, hogy semmi. Közöttük megvan a 6-os szint Lissandrának, Akali még lemaradásba. Viszont amiről még nem beszéltünk, hogy Akalinál megtisztulás. Uh-huh. Ami hát pont egy Lissandra ellen például eléggé fontos. Ó, és nézd. Legyen. Jött a kis szellemecske. Igen. Illetve jön a kis Gragi. Hát mondjuk őt kicsinek nevezni, ez már érdekesebb. Hiva meg vár, 4-es szintű, itt van vele Maxi, és ezt nem tudja az ellenfél. Ebből bizony harc lesz a sötét pajzs, illetve a sötét csapda elhasználásra kerül még. A túlvilági hívás nem volt éppenséggel a legjobb, ami még el se lett ugyan nyomna, az első gyilkosságot Toaster hozza el, hát túlvilági hívás eleve nem lett volna, halálos ítéletre gondoltam természetesen, de Maxira jó-e a csapda? Persze, hogy jó, és Toner kapja meg az ős kalpját. Hűha, de befürdött ezzel most a nip! De beám! És így megvan az előny a tulajdonnak. Két gyilkosság a legjobb helyre. Igen. Egy a lövésznek, egy a középső ösvényesnek. Hát jól megkomponálták itt a viszont. Hajjaj! Doxi el lett dobva, de hát vitte magával a láncon Faxit. Mint egy hűséges ölevet, bármennyire is inkább az urgot az állatszabású, vagy az állattestű. Na mindegy. A hűséges öleb visszadob téged? Hát valahol? Nem tudom. Nem. Na mindegy, ezt most inkább hagyjuk. Az a lényeg, hogy óceán sárkány. Csak egy hasonlat volt melynek személyesítés. Tudom én. Hát ha van valami, ami jól néz ki a játékban, ilyen kombó, akkor ez az urgot, illetve Poppy végső képesség együtt ez elég jó volt. És meg is nézhetjük még egyszer, hogy alakult ki ez az egész. Láthatjuk, hogy 6-os szint Poppy kezdeményez, de hát brutálisan jó a viszont válasz urgot részéről, aki bedarálja a kis popolykát. Eddig itt mindent megpróbált utóbbi. Stoxi még égetett is? Igen. Égetést is használt, hogy levigye a kellő életerőre, ugye, Faxit. És be tudja húzni őt, hoppá! Az megint talált. Na most jön a halálos ítélet, no meg a halálos emlékeztető is. Toasternek kellene menekülnie, a gyógyítását ki kellett, hogy nyomja. A torony pedig nagyon lövi Maxit, aki belehal ebbe az egészbe, és Hustlenbeast szerez egy gyilkosságot. Hát Maxi egy valamiben nincs. Meccsben. Ez maximálisan igaz, most már a farm lemaradása is. Hát egy eléggé létező dolog, Tinks pedig... Nagyon-nagyon tiltett, atya úristen. Tinks köszöni szépen, és akkor elviszi az ellenfél dzsungeléből, amit csak tud. Pokoli sárkány lesz amúgy a következő. Hát ez nem feltétlen rossz. Nyilván, sőt, határozottan jó, akár még csapat is viszi el. A nép nagyon szeretne, nagyon kezdeményezgetnek, próbálkoznak, főleg hívva, csak általában ez a befőt elteszi a nagymamát. Na és most így nem olyan könnyű a dolguk. Nem tudom, hogy ki mennyit dzsungelezett életében, de talán ez lehet az a szituáció, amikor még ilyen profi szénában is inkább azt mondják a kedves dzsungelesnek, na majd az akció után Larsa lehet az áldozat, szépen falhoz lehetett vágni, viszont ő gyönyörűen villant el, és egyébként tisztult meg. Szóval amikor azt mondják Maxinek, hogy jó, oké, rendben van, akkor menj, farmolj, majd a 25. percben visszatérünk a dologra. Nem, egyszerűen most Maxinek le kell majd valahogyan nyugodni, és mondjuk nem az ösvények ott hagyni még pár gyilkosságot, mert az igazándiból csak és kizárólag a Gamers Origin fogja segíteni. Ajjaj, jöhet Toner, itt van Tinks.
Ez a kék erősítés meg eléggé valószínűtlen, hogy Maxihoz kerüljön bizonyám, még talán egyébként Tonernek oda is lehetett volna, igen. De mindegy, majd megkapja a sajátját, Tings ezt pedig ugye lesújtotta, Gragas ugye hát szint előnyben is volt. Ami legalább egy jó híre, hogy te is mondtad, hogy nem a középső ösvényre került, de még majd... akkor is, hogyha megtehették volna, de hát majd a sajátot, hát mindegy, megoldjuk. Mm. Az a lényeg, kerül kék arra a piros Lissandrára. Mondjuk egyébként, hogyha ugye a Lissandra jégösvényt még ott az alsó, a középső ösvényen nem oda irányítja, de mondjuk az ösvény közepére, akkor lehet, hogy egy fagyos sírral rögtön helyhez tudta volna, vagy ott tudta volna tartani Larsent. Nagyon menő, nagyon-nagyon menő. Hát a végére maradt a slusszpoint, a menőség tekintetében elég jól nézett ki, szép munka, kedves Riot. Alakulnak a tárgyak az alsó ösvényen, és nagyon úgy tűnik, hogy nem varázssebző lesz a Kai'Sa, hanem fizikai sebzéssel próbálgatja majd felruházni saját magát ezen a mérkőzésen. Lászerek, nincs villanás, nincs megtisztulás, nincs akció. De nem azért volt robbanékony hordó. Tings azért bekukucská. De most úgy nevettem volna, hogyha most jött volna egy második körre ugyanúgy oda. Hát igen. Most nem jött volna a megtisztulás villanás. Nem, viszont most már őrszem van. Ugye ott a bokorban a pengecsőrök mellett, úgyhogy egyből le lehetett volna bukni. Viszont a robbanékony hordó, ahogy beszéltünk, még mindig elérhető. Szám. És jönnek hátran. Hív a végtelenül rossz pozícióban, nála rosszabb helyen már csak Maxi, és nem lesz úristen. Ott, nem lesz ott ingyen taxi, hát bedarálták Toasterék. És úgy tűnik, hogy Haslimbisz megy tovább, mert hogy két ember talál el a végső képessége, ami viszont így nem megy végig. Hát egy pici hiba a Gamers Origin-től is. És hát mondjuk úgy, hogy megint csak nem a legjobb helyre került ez a gyilkosság. Smiley-t, azzal a Kai'Sával nem hiszem, hogy tápolni akarsz. Már azt hittem, hogy a NIP szemszögében mondod, hogy nem került jó helyre. Már majdnem belét kötöttem, de itt most Larsenbe akarnak belekötni. Bizonyám, így viszont az akkori nap menekülésre kell használni az ultiát, aztán átsunnyog a falon. Hát őt el tudott menekülni, tök jó, csak talán az ember az akalitól nem ezt várja. Nem, sokkal inkább azt, hogy pedarálja az ellenfelet. Ajaj, kettes szint hátrányban. Bocsánat, Maxi. Hogy ellent kell neked mondanom, nem, aki bedarálja az urgot. Az urgot, így van, ezt már láttuk is. Az a baj Larsennek, ezen a meccsen a célpontjai azok az alsóösvényes srácok lehetnek. Azért Lissandrát nem biztos, hogy olyan könnyen el tud majd takarítani, se Gragas, se Poppit, ez szinte tuti. És akkor maradt a Morgana, illetve a Kai'Sa. Hát oda meg lehet, hogy a Morgana pajzs is kevés lesz majd, ha egy Akali ráugrik valamelyikükre. De ez még a jövő zenéje. Letaszított király kardja amúgy elkészült Smiley-n. Jönhet meg először. Az első tárgyával mondanám, de ott van a fekete hasítóbárt Urgoton, és a viharborotban. Igen, most készült el ebben a szent így pillanatban. A... Hát négy gyilkosságból négyben részt vett eddig Toaster. Ez eszembe a túloldalon ugye csak egybe Smiley, de neki farm előnye is van. Nem, Maxinak is volt köze háromhoz. Ezt azért ne vegyük el. Jó, gonosz voltam, befejeztem, nem? A csapatnak kettő van, ő háromba volt benne. Mindenki matekozza ki, hogy mi történt. Hát az biztos, hogy itt most látják. Igen. És ezt én nem biztos, hogy tudja. Nem. Szerintem nem nézett be abba a bokorba. Egészen biztosan nem. Hoppá, most viszont megjön a hívás híváinktól. A sötét csapda nem a legjobb, de akinek jó lehet az érkezése, az Stingsé bizonyám. Villanásos kezdeményezés, és van ott robbanékony hordó, gyönyörű. Smiley elnyomja a gyógyítását, de nem elég. Toner pedig időközben egyébként megérkezett teleporttal, hogy miért? Afrás sem tudja, talán azért, hogy kiléphessenek az első toronyra, vagy mondjuk, hogy pokoli sergányt megpróbálhassák elhozni. Jön Maxi az alsó ösvényre, hát sok sikert, barátom. Igen. Ennek a toronynak a ledöntését meg kellene valahogy akadályozni, az itt a vége. Hát ennek is itt volt a vége. Az nem volt éppenséggel a legjobb. Thinks. Na, Maxi megszerzi az első gyilkosságát, miközben itt a felső ösvényen is azért úgy tűnik, hogy próbál játszani valamit a Ninjas in Pyjamas. És Toner már a felső ösvényen. Az előbb még az alsónkod nyeleskedett, most pedig már ide jött. Igen. Mondtad, hogy lesétált ugye az alsó, vagy leteleportált, igen, az alsóra. Vajon miért hátha első toronyér, azt hogy már régen indult vissza a középsőre, battyogott a Lissandra. Nézd meg! És úgy tűnik, hogy felülre is ment. Ez pedig a pokoli sárkány, ami elég jó dolog. Egy gyilkosság és rögtön visszatér a meccsbe. Igen. Na azt mondja, hogy igen, hát nekem azért visszatért az arcom, az egóm, úgyhogy egyedül el is hozom a sárkányt. Hát meg is tudta tenni. Sikerült, és ez jó, mert azért volt itt hátrány a NIP oldalán. Nem olyan vészes, de van, ami pont egy pokoli sárkány ki tud egyenlíteni. A hívás tökéletes, attól a trash-től, csak hát a viszont válasz meg
még jobb talán a Gamers Origin-től. Itt majd a robbanékony hordó, hát az valami gyönyörű lesz, pont úgy, hogy szegény Smiley talán megmenekülhetett volna, de inkább nem. Gyere vissza a köztudatba, és mi ki fogunk végezni téged is. Na, Smiley most el tud menekülni eddig. Na, mindjárt lesz ott végső képesség, attól a ragasztó, hogy ne lenne! Smiley pedig ismételten meghalt, Oster az, aki elhozza őt, villant ezért a gyilkosság. Én lehet, hogy egy picikét túl volt ezt tolva. Az első tornát ettől függetlenül a Ninjasi Pyjamas csapata szerzi meg. Így arany előny, az gyakorlatilag nincs. Való igaz, hát van, a NiP oldalára. De pedig nézd meg, Toaster! 7-3 a gyilkosok aránya. Toaster 5-0-ba van, igen, azzal a Kajszával. Hát nem is biztos, hogy olyan sokáig fog tartani, mire elérünk így a sebzéséhez. Az a baj, hogy alapvetően egy Kajsza az ösvényfázisban elvileg büntethető lenne. Igen, de most igazából megbüntetik, hogy őket akarják büntetni. Igen. Amúgy a következő sárkány is pokoli lesz, ez pedig az első elhozott tornya a Gamers Origin-nek. Hát ezzel az 5-0-ás Kajszával vigyázni kell. Már a Ginzót építgeti. Egy 1500-as aranyelőnye van ösvény ellenfelével szemben. Mondjuk felső ösvényen ez visszajön, mert ott meg 2000-es van urgatnak. Arányaiban ez az alsó ösvényen rettentően sok. Nem tudom, így most van. Egy fejben kiszámolni, hogy 5500 meg 7000 az hány százalék, de releváns. Tehát, hogy nem ilyen, mit tudom én, 2000, de mondjuk 5%-át teszi ki. Ez jócskán több. Nagyjából a 130%-a amúgy a 7000 az 5005-nek. Kb. De ne menjünk bele a matekba. Jó. Na, erről beszéltem. Úgyhogy igen. Ez elég sok. Eléggé sok, amivel Toaster vezet, de hát nyilván 7-ből 7 gyilkosságban részlet, és jól el is tudja őket hozni. Szerintem meghálálja amúgy majd a meccs a csapatának, hogy ennyire felpumpálják őt, vagy úgy mondjam. Ez pedig egy hírnak, de... vagy Maxinak. Hogyha egy kicsit gonoszak szeretnénk kicsit lenni, de hát természetesen nem szeretnénk azok lenni. Mert már sikerült, úgyhogy itt már nem lehet változtatni. Na. Nincs ezzel baj. Nincs. Egy kis gonoszság néha belefér. Hát meg azóta egyébként Maxi őszintén szólva csinált már szép, meg jó dolgot is. Hozott gyilkosságot, hozott sárkányt. Hát ha a következő... a sárkány, ez milyen fontos? Így van, a következő pokolit is elhozná, az tök jó. Nézd meg, urgottak, megvan két tárgya. Igaz dicsőség lett a második. Maxinál meg ott van egy átoknyelő. Hát na, azt mondta, hogy 0-3, srácok, ez egy átok. Nekem ez nem kell. Nyeljük el. 1-3. És megyek előre. Hát ezt nem fogja belopni, az biztos. Tonerén ott van a kékerősítés. Picit lelassult amúgy a mérkőzés. Eléggé egymásnak feszült a két gárda. De hát ezt mondtuk is, hogy az alsó ösvény, az tuti, hogy izgalmas lesz. És szét fogják egymást szedni. És tényleg így történt, úgyhogy... örülök, hogy a predikcióink helyesek voltak, az a tarany még megmaradt. Épp hogy, de megmaradt. Igen. Ami egyébként pedig majd a később ebben lehet fontos, azaz, hogyha jól láttam. Igen. Ugye ostrom szituációnál az urgot az majd kifejezetten jól működhet. Jaj, Morganára megy most a kezdeményezés. Egy stopper órát elkényszerült nyomni. Smileynál is most már ott egy gyilkosság, azért így szépen épülgethetnek. Igen, a lövészek, hát van, csak hogy most még egy. Értem. A hírnökre viszont így igen, ember előnyben, a nincs ezén pizsamászot kinézni, bármennyire is a Gamers Origin már egyszer próbálkozott ennek az elhozatalával, és hát dicsérjük meg Maxit már megint. Tök jó volt a húzás meg a kezdeményezés. Jó, a húzás a szívának volt jó, de érted. De lehet, hogy Maxi mondta, hogy te most ebbe a szögbe lőd el innen. Miért nem a pirosba lőtt egyet, Doxi? Na mindegy, így. Hát úgy volt vele, hogyha megöli a poppit, akkor ugyanúgy rákerül. Igen, akkor is az övé a... és azért a stílusosabb, nem? Igen. Elviszem egy lövéssel, vagy megölöm, aki rajta van. Az a Doxi, aki éppen villanás kifárasztással rendelkezik. Ugye fejított varázsként, ne felejtsük el. Egyébként esélye lett volna, hogyha... így van. Faxi nagyon sokáig ott marad. Hűjj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 j
Toastert, aki pedig megint elgyógyított. Hát itt most azért volt is benne realitás, hogy túl fogja élni a gyógyítása után, de nem. Maxi kivégezte, két gyilkosság rajta, és most kapott egy jó kis vérdíjat. Uh-huh. Ugye 5 gyilkossággal rendelkezett. Újra Toaster. Meccsben? Maxi visszatért. Farm lemaradása sem annyira vészes, de hát az ellenfele, majd hogy úgymond ősvény ellenfele, mégiscsak 6 gyilkosságban vett részt eddig. Mondja. Valorcius bendője már el is készül. Nem csak igen. Azt akartam mondani, hogy akkor ezek után Maxi lehet a dzsungel királya.
Akár, de nézzük meg, hogy hogy jut el ehhez a folyamathoz. Szegény Toaster, mindenki kisétált előle. Azért lett halálos az az ítélet végül az ő számára. Amire amúgy még nem gondoltunk, hogy a Poppy azért is jó, hogyha esetleg bedobná Smiley hívát a buliba, hogy jogos. Ne is annyira dobja be a buliba. De megvan, hogy mire gondoltam. Meg. Jó, rendben. 20 másodperc múlva. Pokoli sárkány nyilván. Hát nem arra gondoltam. Te is erre gondoltál. Igen, sejelme van amúgy Smiley-nál. Én szeretne a kezdeményezésekből kilépni, de hát a túloldalon meg ott van két elkészült tártóztörön. Hát az elég sok. És az ő kezdeményezései elől szeretne kilépni, vagy inkább mondjuk Haslundiszti elő? Hát inkább mindenki elő. Itt a hírnök, a középső ösvényre, és arany előny amúgy megvan a NIP-nél, arany előny is. És ez pedig jó lehet, hogyha majd esetleg ki szeretnének lépni a pokoli sárkára, mert ha még a hírnökkel szórakozik a Gamers Origin, addig a sarira ki lehet lépni, elméletben. Gyakorlatban nem, és így a hírnököt sem tudták, hát mondjuk úgy, hogy effektíven kihasználni. Hát nem, sajnos nem. Azért azt sejtik, hogy ott van mindenki, aha, jönnek is. De nem, innen már nem. Hopp! Nem lehet tovább beugrani. Hát én! Ide még azért nem fog beugrálgatni. Egy Toaster-féle Kai'Sa, és a Gamers Origin lép ki a pokoli sárkányra. Na Doxy, mi lesz itt, hogyha a csapat harcra kerül a sor? Híva, elnyomja a húzását, Tíz pedig hát egyelőre még él, de csak eddig a sárkány ott van, viszont ki fogja nyerni ezt a cserét? A Gamers Origin folyamatosan sebez, viszont Smiley ugyanezt megteszi, és éppen Tonerre fáj a foga, utána is villan annak épp a Lissandrának, na kép ki! Csak kettő gyilkosság? Azt hittem, hogy hármas. Pedig igazából négyet ölt a Ninjas in Pyjamas csapat. Nézd meg, és nem a pokoli sárkány kell. Nem a pokoli sárkány kell, hanem a Baron Nashor, amire kifordul híva, és Smiley, meg végre valahára idér Doxy. Hát ez a Baron Nashor, ez meglett. Hát ez nem az a Baron híva. Nashor, ami az első meccsen volt, amikor két három hedgesárkányjal szedték, és csak úgy darálták az élet erejét. Itt most sokkal tovább tart ez az egész. Remélem mindenki kiörömködte magát, Edi. Szó viccén miközben a baromnasort nézzük. Ahogy, hát a világ leghosszabb elhozatala, de legalább nem, megvan. Dehogy is, biztos, hogy nem. Jó lehet, vagy nem. A lényeg, hogy megvan remek hívás a svédektől így. És a kezdeményezés is nagyon, tényleg nagyon jó meg volt hívva, ez az egész Tinksre jött ki. Trash kezdeményezés, pedig ő mindent is túlélt, még azt is sikerült neki elkerülni, hogy az urgot be tudja darálni, de hát ha az R betű nem jó, megnyomom a Q-t, aztán majd azzal igen. Megöllek. Ellenfél dzsungeles, ezt Smiley-ra meg nem tudták azt a fókuszt rátenni, amit meg érdemelt volna, ő pedig így végig tudta sebezni az egész világot. És na Baron Nashorral lehet menni előre, 3-1 a toronyállás, 9-9 a gyilkosság, 4000-es. Az előny, a pokoli sárkány amúgy a franciákhoz került. Hát legalábbis. Ugye ez a pokoli sárkány egyel ugyebár rendelkezik a Ninjas in Pyjamas. És jönnek a középső, illetve a felső ösvényes tírkettes toronyért. Larsennek az akkaliában egyébként olyan sokat nem láttunk ezen a mérkőzésen, de ő azért, hogy teszi a dolgát. Nem az az akkali, aki látványosan, igen, mondjuk hát négy egy gyilkosságot elhoz. Egy akalitól pedig ezt várnád, hogyha ő teszi a dolgát, akkor azt látod. Az úgy ott van. Hát nem hozott még gyilkosságot. Nem 0-1-4-ben áll jelenleg két elkészült tárgya. Viszont ha mondjuk inkább magára tudja vonni a fókuszt és a figyelő szemeket, mint például Smiley-nak a kalisztájára. A kaliszta nagyon örül az elnyújtott csapat. Pontosan. Akkor ez már eléggé jó lehet a NIP-nek. Hát nem mondom azt, hogy amúgy talán mi inkább azt vártuk, hogy a Gamers Origin nyeri majd ezt a mérkőzést. Persze még nem vesztették el, de hát most a NIP sokkal-sokkal jobban áll, és nem is úgy tűnik, mint akik mondjuk a harcokban nem vehetnének részt. Hát nézd meg, Haslundis, hogy bukja az élet előtt, aztán Faxi, hogy menti őt meg? Hát és Doxynak hova ment a darálása? Na mindegy, a lecsóba körülbelül. Ezzel Hasselbeast túlélte, de szerintem Faxinak most azért köszi-köszi, igen, teljesen. Igen.
gyorsan életerőt kell visszatölteni, aztán jönni, mert hogy itt bizony baj van. Tinkstekkel arany emberé változnia, miközben az inhibitort védő torony az dől. Faxi pedig egyelőre úgy tűnik, hogy hát bírja a sebzést, de az a kérdés, hogy meddig is jobban bírja-e, mint Doxy. A válasz pedig, hogy igen, Toner pedig beindul, magára nyomja el a fagyosírt, mindenki alacsony életerőre, nincs az én pijamasztól. Tinks pedig indul, van még ott villanásos kezdeményezés, Toasternél gyilkosság. Tixnél gyilkosság, teleporttal jön Faxi, teleporttal jön Faxi, falhoz ken és éppen nem jó, de Maxit még így is lehet sebezni. Az átoknyelő kijön, az átoknyelő lemegy, és ott van időközben Morgana, és az ő sötét csapdája. Gyönyörű, gyönyörű, ez pedig így gyilkosságot eredményez. Hát kinek? Tonernek. Ami jó, hogy... Volt nincs Baronna sor? Sokkal inkább jó, hogy Tonerre kerül, mint sem Toasterre, neki már van elég. Tonernek, azt mondtam. Igen. Én csak mondom, hogy ez jó, hogy oda került, és nem pedig például Toaster, ez neki azért már van 8, a középső ösvényes picit le van tőle maradva, úgyhogy köszi szépen, hogy srácok, meghagytátok nekem, remek! Viszont válasz. Van még Baronna sor. A Gamers Origin-től van még Baronna sor. Egyetlen egy emberem, de hogy történt belőle ez? Belőle kihasználni, az egy másik kérdés. Pedig itt még nagyon jól indul az egész offenzíva, a torony is meg lesz, csak itt nem fordult vissza a NiP csapata. Nagyon jó volt az a két emberes ellökés, addig urgott bizony bele darálva, és ahogy te is mondtad, saját magára használja el a végső képességét Tonerre, ezért őt nem tudják szétszenni, a ragadozó még megvan, illetve a villanása is Gragasnak tökéletesen le lehetett követni a menekülő ninják csapatát, ahogy a teleport is amúgy remek. Jó, hogy ki volt oda helyezve az az őrszem, mert anélkül bizony ez a gyilkosság itt már nem sikerült volna megszerezni, elhódítani. Ilyen ez, amikor egy picit túltolja az egyik csapat. Kedves Knacz! Remekül válaszol a másik. Mennyire értesz egyet abban, hogy az a robbanékony hordó az meccset befolyásoló lehet? Hát, mármint, hogy abban a szituációban az a robbanékony. Most jelenleg az a robbanékony hordó meccsben tartotta talán a Gamers Origin csapatát. Jó. Legalábbis azt megoldotta, hogy egy embert elválasszanak csapattól, és így lehessen lekövetni őket. Mindeközben pedig szerencsétlen Hustlebee szeretne menekülni, de ez nem sikerül Maxinál is. Most már ott van egy gyilkosság, és bizony itt Tonerre is elő van jutom, majd be lesz darálva kétségeinknek legyenek, de még mindig él, mindent elhasznál ennek érdekében Doxy viszont. Végső soron megöli őt, és akkor most mi van? Ugyanaz a forgatókönyv jöhet a NiP előre? Gyakorlatilag büntetlenül, hát három ember mínuszban csak Tinks, illetve Fox, és nem bukott amúgy senkit a NiP. Mégiscsak el lehet hozni ezt a meccset? Nem jön vissza a Gamers Origin? Inhibitort egészen biztosan nincs bukni minion. Fognak. Hát minionjuk az éppen nincs, de megnyitott bázisa a francia csapatnak az van. Ez pedig egy fontos első lépés a győzelem felé vezető első. Úton. Hát milyen sokadik lépés ez már a 28. Jó, akkor perc az egyik legfontosabb lépés. Viszont ahhoz egy nagyon fontos lépés volt, hogy a kevesebb mint 2 perc múlva jövő Baronna sorra tök jó opciója legyen majd. Pizsamás ninjáknak, hogy ki tudjanak rá lépni. Igaz. Amíg esetleg a Gamers Origin-es srácoknak törődni kell arra azokkal a minionokkal, amik jönnek a túloldalon. Hát jó. És amúgy 40 másodperc múlva jön az óceán sárkány. Innentől kezdve pedig, mi pedig egy picit visszafogott kommentálást lehet hallani. Edinek elment a kedve, ezért nem fog kiabálni. A kedvem az éppen nem ment el, de lehet, hogy a hangom egy kicsit jobban. Mindegy. Ezt a témát. Bejött a hideg idő, tudjátok, ez a mi torkunkra is hatással van. Na de, 1 perc múlva Baron Nashor. Ahogy mondtuk, 3000-es aranyelőny Svédország javára. Az igen. Viszont sárkányokban például a franciáknak van jelenleg több, annál lejjebb nem fog esni. Edi, ne aggódj. Nem aggódok. Elkészült most már 3 tárgya Toasternek, illetve egy átoknyelőre beruházott ő is, hogyha Larsen esetleg rá tudna ugrani, és hát nyilván ő a kedvenc célpontja. Akkor valamelyest még az a pajzs is védelmezni tudja. És azért most már nagyon viszkedhet a tenyere Larsennek. Ja, igen, mert hogy nincs gyilkosság. A tény és való, amit mondasz. Nem, csak nem tudtam hirtelen, hogy mire mondod. Hogy jó, mire, jó. Baronnason hamarosan érkezik, hamarosan éled. Viszont az óceán sárkány például már... Jaj, hoppá! Hív a villanásos kezdeményezés, Tinks pedig nagyon szépen marad életben, vagy jön el az Onya homokúrájának kihasználásának köszönhetően. Kérdőjel. Hát meg kellett volna ölni. Nem az, hogy meg kellett volna ölni, miért használtál ott a dobozt?
Ja, hogy hív. Igen, igen, igen. Az eleje még jó volt a kezdeményezés. Igaz, hogy a villa... Hajaj, hajaj, na hívának ez most viszont jó elkapása volt. Szóval, hogy a villanását elbukta. A nyúzás sem feltétlenül rossz, de így nem biztos, hogy szeretnél kezdeményezni. Ja, hát hogyha van túlvilági hívás, akkor miért ne? Föl lehet dobni két embert, ráadásul két alacsony életerős, de Toaster még mindig él. Toaster még mindig él, nem úgy, mint Smiley, és most mehet Larsen, és most élheti ki magát. Hát hiszen ő egy akali, na de vajon kire lehet menni a továbbiakban? Na kire lehet menni? Ott van Faxi, ott van Toner. Aki viszont nincs ott, az már Larsen, Doxy egyedül marad. Egyedül van ott, egy embert el tud hozni, és hát nem az a lebecsülendő ellenfél, aki mondjuk 1v3-ban ilyenkor menekülne, mind a hat lábjával megy tovább, lábával, lábjával, csápjával, ollójával, bármilyen is van, ő megy előre. Például egy Kain kardja van és amúgy. 6-1-es. Annak az urgatnak, aki igen, csöndben teszi a dolgát. Hív a kezdeményezés csapó 49, de hát Smiley kiszedte onnan, hogy a túlvilági hívás jelesen, és tessék majd nézni, mint Toaster, mint pedig Hasselbeast életerejét a Lándzsák dárdák kitépése után, hát gyakorlatilag nulla, ezért tud Larsen végre valahára beugrani, ahogy te is mondtad, csak nagyon sok életerőt vesztett ebben az egész akcióban. Itt, ha még full életen van az akkal, akkor lehet, hogy bedarál mindenkit az ellenfélből. De nem így történt, sokkal inkább Doxy tette ezt meg. És így, hogy ő életben maradt, és még el is tudott hozni egy embert, a baronnal sor próbálkozást, hát meg tudta akadályozni, nem tudott kilépni rá a Gamers Origin. 31. perc legvége amúgy, nagyon egál a meccsünk. És megkezdték rögtön a baronnal sort? Hát igen. Őrszem kitakarítása után, pontosan. Még 3-4 életerőn a baronnal sor, ez viszont úgy tűnik, hogy itt kell hagyni. Teleporttal is jön már ide Doxy. Ugye a 6-1-es urgat, ja, hogy ő idejön, de hogy idejön, de egyébként szépen lassan majd idejön kerülő úton. Akik viszont mennek, azok a középső is olyan a super minionos, vagy a superrel megboostolt minion sávok. Aha. Erre pedig valakinek ki kell majd lépni. Úgy tűnik, hogy a teleporttal rendelkező Faxi lép erre ki, aztán Beastnek pedig nem kéne ebből a helyzetből hazamenni, mert hogy őrszem takarítás után, amúgy főleg ugye egy Smiley féle Kalisztával ezt megint meg lehet kezdeni, meg is próbálják. Teleport! Bizonyán, most éppen Faxi jön eléggé jó helyre teleporttal, és a 6-1-es urgotot büntetni. A Gamers Origin lehet is büntetni, de csak az őrangyat lehetett eddig egyelőre lecsapni, viszont aki meghalt az egyetemben, Faxi. Smiley is tud egyetölni, Hasselbeast mondjuk éppenséggel válaszol, de a Gamers Origin itt ebben a szituációban elporlat, Larsen eltűnik, Larsen pedig, Toast, hát belopja. Be. Hát belopja. Pedig az egy quadra kill. Igen. De két ember van, ha a mérkőzésért nem is, de az inhibitorért egészen biztosan lehet menni, és megpróbálják szerinted a meccset? Simán, jönnek a minionok is. Hát azért Maxi tudja szedni itt a dolgokat, Larsenbe is bőven-bőven megvan a képesség. Hát látjuk, hogy életerőt is tud visszatölteni. Meg lett az első gyilkossága az Akarinak, így nem lett meg a Penta Maxinak, de úgy tűnik, hogy nem mennek rá erre a mérkőzésre. Csak a biztos. Kb. 10 másodperc múlva jönnek vissza a francia srácok. Mármint, hogy újjá élednek a karaktereik. Hát kicsit kaotikus csapatharc eredménye kaotikus az, amit láthatunk éppen a képen, de a meccs elején Maxi 0-3-ból indult, tökre ki volt véve az egész meccsből, aztán szépen fokozatosan hozott egy gyilkosságot, hozott egy sárkányt, most hozott egy kvadrát. Annyira kaotikus volt, bocsánat, hogy egész jelentős. Foxynak a halálát nem is láthattuk, hogy kellene arra egyébként a visszajártás, mert ugye jött teleporttal, és igen, négy ember ráfordult. Nem is rossz helyre, amúgy. Igen. Csak négyen ráfordultak, amíg Doxyt próbálták megölni. Csak Doxy négy embernél tankosabb, mint ő ötnél. Miközben valaki kilépett a játékból, ha jól láttam, akkor egyébként pont Faxi volt az a karakter, vagy az a játékos. Hát hamarosan bízzunk benne, hogy folytatódik majd a játék. 34. perc legelején járunk, ahol a Gamers Origin-nek hát középső ösvényen nyitott a bázisa. Igen. A Ninjas in Pyjamas pedig köszöni a lehetőséget, és megpróbálhat ezzel éppességgel élni, vagy kezdeni majd valamit. Mm-hmm. 20-20 amúgy a gyilkosságok állása. 34. perc, ugye? Igen. Úgyhogy elég eseménydús ez a meccs. Nagyon egymásnak feszültek itt. Van most már kéje. Igen, a legjobbkor szerezte meg az első gyilkosságot. Nyilván, hogyha egy pentet valaki el tud lopni, az természetesen report, mármint honorálni kell mindkét oldalra. Igen, honorálni, igen. Igen. Az, hogy mivel azt igen, mindenkire bízom, hogy döntse a saját magam. Igen, igen. Vagy utána kezdj el vele játszani. Nem tudom, egy 3 éven keresztül.
Azzal, aki ellopta a pentálat, igen, és aztán nem tudom, ha esélyed nyílik rá, akkor próbáld meg visszalopni, majd utána köszönd meg neki a free boostot. Köszi, Bazsi. A játék pedig hát egy visszajátással folytatódik. Még nem folytatódik, igen, ott lehet látni alul azt a gyilkosságot, amit Poppin szerzett meg a NIP csapata. Hát sajnos az Ingyen Taxi, ha nem tudott kijönni, az az urgot onnan a buliból, de legalább megérkezett mindenki a ninják közül. Azt látjuk, hogy Toasteren, hogyha nincs fókusz, ha sebezhet, akkor ő azt köszöni szépen, és darál, hiába nem urgot, hanem egy KS-e, de darál, iszonyú erős, négy tárgya már kész van. Hát a tulajdon Smiley-nak még nincs, úgyhogy megvan a különbség azért a két lövész között. De ahogy mondtuk, ha lesz egy elnyitott csapatharc, akkor Kalista fogja azt mondani, hogy köszi. Hát vagy beírja, hogy Toaster ugyanúgy mondhatná ezt a játék, viszont most már folytatódik, Faxinak véletlenül megoldott a problémája, hogyha neki volt. Ez pedig megint csak egy jó kezdeményezés. Zonyáját rögtön elhasználja a Tinks, Doxy pedig talán a legjobb helyen van. Faxival kell megküzdeni, Toner viszont már halott. Larsen bemegy és ő is tud egyet ölni. Haslin Beast is hát egészen biztosan elfogott halálozni, Faxi pedig szépen lassan hal majd meg. És nem biztos, hogy kell ide ebben a helyzetben már baronnasor. Jönnek a Superminionok. Toaster megpróbálja az okosságot, megpróbálhatott volna ugye egy kicsit kilépni arra, hogy a Minionokat el tudja hozni, de azokat szépen védi a Ninjas in Pyjamas. Kettő darab Nexus védőtorony választja el a Nippet attól, hogy a szériában megszerezzék a vezetést, és hát 20 másodpercük erre még bőven hát van. Ezt meg is fogják szerezni, ezt a vezetést, ahogy te is mondod. Ász. És még Toaster is meghalt azért így a legvégére a mérkőzésnek. 34. perc vége után egy pici 35. perc legelején, 25-20, 45 gyilkosság ezen a mérkőzésen. Hát itt senki nem kímélt senkit. Nem. De a ninják, hát azok mégiscsak jobbak így a gyilkolásban jelen pillanatban, úgyhogy meg tudták nyerni ezt a mérkőzést. Ami amúgy egy ideig elég ilyen oda-vissza volt. Uh-huh. Most így vezettek, most mi nyerjük a harcot, most ti nyeritek a harcot. Talán egyébként pont ez az, ami a NIP-nek a győzelméhez vezethetett. A Gamers Origin-től szerintem azért láttuk azt, hogyha ők úgymond ki tudják építeni a kompozíciójukat, és úgy tudnak harcokba bocsátkozni, akkor általában nyerik a mérkőzéseket. Uh-huh. Vagy hát legalábbis ugye a csoportot azt 3-0-ra nyerték meg. Tehát ritkán láttuk őket eleve hátrányban, illetve ritkán láttuk őket eleve úgy, hogy mondjuk nem ők diktálták az íramot, mondd. Vesztesként. Csak azt mondja, hogy úgyis ritkán láttuk őket. Hát ez is igaz. A NIP viszont úgy tűnik nekem legalábbis, hogy ezen a meccsen ők tudták rá kényszeríteni az akaratukat a Gamers Origin-re, akiknek meg ez nem tetszett. És igen, belementek ezekbe az oda-vissza harcokba, de hát könyörgöm, egy olyan csapat, ahol van egy urgot, ahol van egy Kalista, van egy borzasztó nagy sebzéssel rendelkező Graves, ott azért nagyon-nagyon nehéz ténylegesen csapatharcot nyerni. Ha mondjuk a 30. perc után történt volna ez, és mondjuk ott lett volna a, kb. A második csapatharc összesen, akkor lehet, hogy teljesen más a dolog. Viszont a Gamers Origin felvette a kesztyűt, és nem számított szerintem így az, hogy kijátsza a jobb makrót, nem számított olyan nagyon-nagyon az őrszemjáték sem, mert megálltak a baronnasor előtt, azt ütették egymást, az kész. Igen. Jobb karakterek tudod, nyertek, vagy az erősebb karakterek nyertek, mondd. Az, hogy híva, azt mondta, hogy figyeljetek, én trash vagyok. Egyébként amikor meglátok egy ellenfelet, egyből kezdeményezek bármi áron, és ez most tényleg kifizetődött neki. Igen. Mert szinte mindig ők kezdeményeztek, mindig. Trash behúzott valakit, amúgy nagyon nagy számba talált is, az a halálos ítélet. Oké, jött rá a reakció, hogy ott jön a Morgan a pajzs, esetleges stopper úr, az anya, stb. De onnantól kezdve már nem volt menekvés, és a csapatharcnak meg kellett történni. Ezt pedig a ninják jól meg tudták játszani. Remek hőskinézet, remek játék mellé. Igen. Hogy a következő meccsen láthatunk-e például Trash-t, azt majd megtudjuk, de csak a szünet.